Rendhagyó módon az atomerőmű SS sportcsarnoka adott otthont a közgyűlésnek. Az ügyvezető elnök értékelőjében kiemelte, minden szakosztály teljesítette a kitűzött célokat, és születtek nemzetközi eredmények is. A pandémia miatti nehézségeket is áthidalták. És ami nagyon fontos, hogy a olimpiai kvalifikációban is két judós olimpiai kvalifikációt érő helyen van, illetve a kajakkenu szakosztályból is a Pup Noémi küzd azért, hogy bejusson az olimpiai csapatba. 16 éves hagyomány, hogy elnökségi döntés alapján az egyesület legmagasabb kitüntetése is átadásra kerül. Idén az ASE örökös tagja elismerést Jakab Albert, a természetjáró szakcsoport vezetője vehette át. Szeretném megköszönni az ASE elnökségének azt, hogy odafigyel nem csak a profi sportra, hanem a szabadidősportra is, hiszen mutatja azt, hogy szabadidő szakosztályból nem először kap ilyen kitüntetést. Ember, ugye Gyarmati Katalin kapta meg néhány éve. Tehát igazán kiváló helyzetben vagyunk, azt hiszem, hogy kivételes helyzetben az országban kevés ilyen egyesület létezik, ahol a szabadidősport ilyen teret kap. Én ezt mindenképp köszönöm az elnökségnek, illetve hát ez a kitüntetés meg azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem az egész természetjáró szakosztálynak szól. Az ASE örökös bajnoka címet Jan Pavlik, a kosárlabda szakosztály vezetője, felnőtt csapat másodedzője kapta, aki több mint 6 éve fejezte be sikeres aktív pályafutását. Első köszönet a Tóth Jánosnak, meg akkor a Zsoldos Bandinak tartozik, mert ugye ők látták bennem fantáziát, és ők hozták ide. Azt gondolom, hogy reményüket teljesítettem, és sikerült egy jó pár eredményt elérni, illetve ugye nagy szurkolás, nagy szurkolótáborok előtt játszani, ami sok örömet okozott nem csak a szurkolóknak, hanem nekünk is a pályán. Ahogy Balázs is mondta, így történt, hogy így akarta sors, hogy igazából Paksi lettem. Jan Pavlik és az ASE most azon munkálkodik, hogy több tolnamegyei település összefogásaként egy regionális központ létrehozásával még sikeresebb legyen a kosárlabda sportág.